Markek Tamás van még így a maródiak listáján betegség miatt. Komáromi, egy fölfejelt labda, ott a lehetőség, és a gól! Nagy Zsolt bólintott a Kisvárda kapujába. És mindez szabályos körülmények között, néhány kisvárdai azért várta a lest. Minden esetre Nagy Zsolt góljával vezet a Puskás Akadémia 17 perc után. Na nézzük, mert ez érdekes lesz. Itt a szabad rúgás, belefejel egy kisvárdai, Stronati középre és Nagy Zsolt nagyon üresen. Teljesen lemaradtak a kisvárdai játékosok Nagy Zsoltról. Innen pedig nem hibázik a válogatott védő. 14. meccsén a negyedik gólja ebben a szezonban Nagynak.